Sziasztok! Itt vagyunk Irony Brother töredékénél, a Pirates of Eternity White Marsh kiegészítő vége felé, és hát egy eléggé látványos helyszín, ez látható. Kristalizált állapotban. Itt lehet, hogy nagyobb csaták is lesznek ezek szerint. Ejjjjjjj, mi történik itt? Ondra hajzóhataga. Vízoszlopok emelkednek ki a vízbe előtted, ide-oda mozdulódnak és tekeregnek örvendően kavarva a levegőt maguk körül. Ez csak is Ondra haja lehet. Amilyen hatalmas méretekben jelenik meg előtted, hogy azok bal szerencsés tengerésznek írják le, akik a nyílt tengeren találkoztak rá. I confess I was not certain you would make it, but I do not wish to give false hope. The greater challenge remains in front of you. Running through the core of this rock is a large growth of crystal. You will know it when you see it. A blow to the crystal would reverberate through the walls of this place. Strike it enough and the entire structure would crumble. The eyes would be buried. Of course, it would take a person years to cause enough damage. Then you know what must be done. Strike the crystal with Obidon's hammer. The eyeless will wake and come to its call. Join in striking the crystal. They will cluster together and bury themselves. I have realized it is best that they should be ended. For within each of them is a small piece of Obidon. On their deaths, those fragments and the memories they contain will be safely dispersed. I had not considered the dangers of allowing them to persist until a water appeared at my abbey. A single strike upon the crystal will not be enough. The eyeless respond only as long as the hammer rings. You will need to remain until their work is complete, wielding the hammer until the walls come crumbling down. Your sacrifice will be mourned, but your fate is already sealed. The eyeless cannot be reasoned with or fled from. One day not far from now, they would kill you and level the Deerwood. You have seen what they will do. This is the way you can stop them. And the truth is that you are marked by the eyeless for a reason. Csak nem hallok meg a kója, fejezem be a játékot. Crushing's a bad way to go. Maybe we should just hang ourselves. Egyszer minden üdvözlőbb visszaúlik a vedencével, kisebb hullámot csap a fel. A vedence elcsendesül, amikor benézel, csak saját és társaid arcát látod. Egyedül vagytok és arra alatokra vártok. Hát remélem, hogy nem várunk a halálunkra. Majd kiderül. Hatalmas kristályfut végig jelenleg barulményén el kell érnem és le kell sújtanom rá Abidon pörével, amitől az egész valamit be fog omlani. Igen, akkor azt is jelenti, hogy a személy is, aki használja a kalapácsot, nagy valószínűséggel igen erre sorsra fog jutni. Itt van a pöröly, hát reménykedjünk benne, hogy nem így lesz, mert a kiegészítő csak előtte, tehát ó, basszus. Azért, de már nem támadtok rám, nem erről volt szó. Jó, megszívott a fő karakteret, de miért? Ez így van a kezében, ezt nem értem, hogy...
Milyen nagy baj. Megadobok oda szó szerint egy ilyet. Ó, vagy nem. Jaj, gyorsan el. Ó, basszus, mindenki hátra. Van félünk el egy ilyen. Na, bravo, az jó volt. Na de ennek még mindig van ilyenje. De volt egy jó ötlet, és már válnom. Azt csináltam, amit. Pusztulj már, meg tudom, hogy sok életerőd van, de azért ami túlzás, az túlzás. Most már. Elég legyen hát. Kóta belősz még egy ilyet. Egy ilyet. Ilyet. Te, azt mondja, hogy itt. Te nekünk is ennek. Te ennek. Ilyen sokáig tart, míg azt felhúzza, hát ne nevettessünk már. Tudunk ide egy ilyet. Jó, te meg. Ide egy ilyet. Ez is már kód. Na most azt inkább nem támadom meg, gyere csak. Hogy pusztulj meg, ahol vagy. Mi az, hogy immun is? Akkor most jövünk, új fent. Kapsz egy ilyet. És szerintem még egy ilyet is. Te neki mész, neki mész. Te Fedi. Ezt csinálod. Immun is. Hát, hogy a franc vagy immun is? Még egyet. Letarolás. Kell még valami? Akkor legyen ez. Kell még valami? Oké, akkor legyen ez. Sokan voltatok, de nem elegen. Hol? Gondok lesznek.
Medence körüli karomnyomok és pikkelyek rafának következett, hogy legúbb feltek használják rendszeresen valamit, látsz megcsinálni ékileg homályos vízben. Na jó, van egy erő, még nem hiszem, hogy beleúszok. Vagy beleúszunk? Gondolom, vagy sem. De magam úszom, mert én ügyes vagyok. Bemerül vissza a vízbe, és azonnal megérzett vagyos harapásod a bőrödön. Hihetetlenül jeges, gyorsan kiszívja meleget a testedből. A víz nyugodt, de egy gyengébb fizikusztam észre, hogy nem megszövetni a pár feszé, tovább tartózkodna benne. Víz, jég, hideg, elérő a csillogás forrását a fenéken, de Grói teljesen elzsivadna. Kisvártatva szert a legófejtek kincsére, különféle érmékre és egy meglepően alapon lévő pár csizmára. Sos a kincs megbogatása fekvetette néhány legófejt figyelmét, akik odaúsznak, hogy szétnézenek, nehéz lenne elbújni előlük, de kivételes atletikus képességre lenne szükség az, hogy valaki gyorsan ússzon náluk. Elrugaszkodsz a jégbarlang fenekre és elkezdesz a felszín felé úszni, sajnos nem tudsz elegül úszni ahhoz, hogy meglókas egy csavatnyi, eltökélt legafajt elő a kettő útra, és karmaikkal lábadba kapnak. Alig víz kihetsz kérni a vízben, amely mindig kapaszkodnak sérült lábadba. Pillanatokkal később dühös legafajtak ugrálnak elő a vízben. Jó, hát ugráljanak. Megszereztem, ami kell. Ezt kapjátok ti, jó? Ti meg ezt. Meg ezt. Meg ezt. Meg ezt. Jó. Most ti ezt kapjátok. Jaj, ne. Ne. Sajn, mindegy. Arrébb ment. Rohadék. Ennyi volt. Nagyszerű pika. Nézzük, mi ez? Fridir lemezt csizmálja. Fridir a gerjevölgyi gyáva több harcol menekült el, mint amennyivel legtöbb ember harcolt. Ennek ellenére a lovászi rangra emelkedett, valószínűleg azért, mert már igen neves alkalommal túlélte a halálba küldött osztogait. Egy teljesen átlagos katonai pályafutás után a fekete fák háborújának egy kisebb ütközetében rajta kapták, mint éppen magára készül hagyni bajtársait. Felettes tiszt helyben kivégeztette. Plusz 5% sebességmutatás fáncél miatt. Hát én ezt annyira jónak nem mondanám. Szerintem inkább mínusz, azt szerintem elírták, mert ennek sok... Na már megen. Nem hagynak engem békiben. Immunis a 10-re, nem áll. De akkor nekem ezt bemesélni, hogy immunisra. Mert nem az. Most elvileg nem kéne, hogy ott legyen. Van lehet, hogy tényleg kéne pihennünk egyet. Így is teszünk. Hú, most csak kettő pihenő, és én van, mi a franc? Hú. Máshol is, szóval nem egy nagy gond. Ó, jaj. Azt kell szétütni. There's the crystal. Yes? I don't suppose Andra could have put it on top of the moon? Ki tudja.
Egy hanyarom tornyosul széles terem fölé, melyet félig egy tóvizet ölt meg, lemászhatnál, de túlmeredeknek tűnik az, hogy később visszamászhass. Nem baj, lemászom. Bakker. Fölény. Mondra, régeségen egy krakent hagyott Kraynos sefején, hogy védelmezze a helyet, ahol szemnélkülei szunnyadnak, az viszont most köztem és a kristály között áll, amire le kéne sújtanom. Ó, de jó. Harc közben nem mentetek. Bravo. Jaj, ne, ez egy csávzuhatag. Ajaj. Mert meg itt van ez is, nem ez is, hanem ez is. Jó, így. Te miért nem lősz? Kérem, olássam. Csomó csápot kell leverni, hát ez nem annyira csápos a számomra. Ezt szépen megtaláljátok. Te meg ezt. Nem tudom, hogy ki hol van már lassan. De támadás, ezt az egyet tudom mondani mindenkinek. Nem hiszem, mert nem pusztult meg. Mindent próbáltam. Ez hol van? Itt a végén, basszus. Legjobb helyen. Még az a gond, hogy körrevet minket, tehát ilyenkor mit tudok ilyet csinálni? Leginkább. Ez is megfusztult. Még itt van ez a rohadék. Na, és akkor... Ennyi volt. Azon, hogy eltűntek a lehetőségek. Ez mi? Na, ne, újabbakat hoz ki, vagy mi? Csak azt ne. Ezt is. De most mit csinálnak? Jaj, Istenem, olyan lassan. Elrasztó szél. Jaj, ne! Jönnek egy csomóan. Meghalt. Most még ezek is jönnek. Hú, ennek már nincsen. Mi a jó büdös? Franc. Hú,
Pusztuljatok, itt valami bugos egyébként, erősen úgy látom. Hátra, 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 hátra. Most is ezek úgy támadnak, mint a... Hogy hívják a... Most igyál már meg valamit, basszus. Nem volt semmi, olyan, aminek lennie kellett volna. Bravo. Jó, mert te torsz szépen egy ilyet. Ideje használni szerintem ezeket. Mik vannak? Igerkövek. Hát most nem tudom, hogy ez mennyire hat, mennyire nem. Még kiderül. Ez még áldás szélzős. Ezt nem fogom fölkelteni. Ez hogy van? Na, csinál megint egy ilyet, hogy engem idegesítsen. Hát legyen. Ez nem hat rájuk. Ilyet. Ezek után kaptok ilyet. Ilyet is kérünk. Ha mindegy, akkor ezekből varázsolok, az kész. Szerintem helyzet. És olyan rossz, sőt, azt hittem, hogy ez nem egy olyan nagy varázslat, de azt kell látnom, hogy egész jó. Úgyhogy... Fú, nem volt könnyű. Ez megint csak egyre erősebb lett. Hú. És a izét, Krakenből semmit nem tudok kiszedni? Na nem olyan. Azt hittem a Krakenből is kiszedhetek valamit. Most kell ráütni. Ugye vár. Arra, menjünk ide. Nem szép dolog. De egyébként nem volt olyan nehéz. Yes. Inkább az volt nehéz, hogy még rám támadott a Kraken csápjai és maga a Kraken teste után. Egy hatalmas kristály áll ki a falból, mint lándzsa helyes sebből. Tükörképek tömkelegem rejt visszanáld a kristály tökéletes felületeiről. Lépteidet halk, csengő, zümögésként visszhangozza. Valakinek meg kell ragadni a bidon pöréjét és le kell sűríteni a kristályra. És Andra figyelmeztet, hogy aki ezt megteszi, ehelyen lesz eltemetve szem nélkülekkel. Kit választasz? Hát egyre magamat megállom. Csak nem halok meg. The name along Cypher's house. Straight into the fire, then. Your chances aren't favorable, but at least you've learned to embrace the test. I told you I'd be good for you, Roger.
Hát... A csapatot kivezettem. Azt is a törmelékkel. Szerencsére van egy csomó feszítő vasa. Gyakorlat szemet szaganinek annak kéne lennie. Nem áll. Az is itt. Senki nem. Hát akkor szerencsének elég jó túlélése van. Ha, ez jó. Mondtam, hogy túlélem. Az igen. Így kell a lehetetlenek, hogy... Nem tudom, mert van még egy terület, de akkor lehet, hogy ez... Tópartján állsz a jégzajlással és a vízfelszín forrózódással elhasonló végül csak egy megdemelt időpillanatot tapasztalsz. Amikor a világúra megmozdulom, minden visszafelé történik. A vízfelszínek hamarabb egy zavaros lesz, mint aki akar nevetni majd, és így is van. Iron Brother töredék emelkedik kitaláltalanul, újra jég formálódik a túlfelszínen, és hosszú fagyos ujjakként terjed. Szennélkülyek vonulnak ki holdszínákból a jégre, folyamatosan táguló spirálban kigyoznak a hold körül. Megállnak maguk egy kigyozó menetük elértékre, egyetlen hangot szólalnak meg, mely mint csikorgó fém és isterglő gőz csendül. Yeah. Blasphemy! These are jewels of civilization. They are sacred. We would sooner sacrifice our own bodies than dislodge a single stone from such a place. Why do you torment us with baseless accusations? Then we were betrayed. And we were made to betray something we cherish. The bedrock of civilization. Better for her tides to ebb and her seas to dry up than to cover a single stone living with its laid. Each culture builds on the bones of the last. Yet many only look up at where they will go, never down at the foundations that bear them. Like a mason who builds a listening tower. What peril do they inflict on their progeny? And what dishonor on their forebears? It is accepting a gift only to spit in the face of the giver. Every advance in the crafts and institutions of Kith was forged by skill and sacrifice. A people cut off from their history will wither. They deserve no less. Pull the blinders from the eyes of gods and Kith. That is why we must return to ourself and restore Abaddon.
A facile argument. One that defends stasis, not progress. Just as fire clears dead wood from a forest, struggle makes way for new developments. Conflict is part of progress. Peace and ignorance is not worth keeping. And yet you persuaded the Duke to allow animancy to continue unfettered. Do not condemn knowledge when it becomes inconvenient for you. I thought I did. But who would hold the leaden key accountable? We cannot defend the intentions of a group that kills to hide secrets. And to what end? To defend the gods? Or themselves? Yet your hand kindled its fires. A fluke, but a costly one. Still, you point to an exception, and we have listened. Burdens strengthen the bearer, and they warn against repeated mistakes. A rare opportunity, for you have the chance to answer them, to do things left undone. That presumes that some questions cannot be resolved, yet such destructive memories are rare. Surely others are strengthened by retrospection. It's pain, and we have listened. When Ioni Brotha fell, Abidun lost much. His will to preserve, the memory of how and why he died. But he built us with fragments of his own soul. In returning, we can restore what was taken from him. Then do not look to it for one. History is not a moral force, but a set of facts. These facts show Kith where they have come from, and how to move forward. But the memory of those wars has likely saved them from another now, when it would shatter their endearment. Ah, you in the Republics, we call it the Golden Sword. It doesn't need to be bloodied to kill. And you think it is grievance, and not merely opportunity, behind this treachery? Maybe so. But we would not cast history aside for one such example. The problem is not that they remember too much of their history, but rather too little. Great Serens and Deerwoodens alike began as pioneers from Adir. They all came seeking opportunity. Were they to look farther back, they would see their common origins and desires. A painful truth. We admit that history can become a hindrance. Even so, we must restore Abidun. This is the purpose we were made for. We will not be thwarted again. We will find you. In this life or another, we will visit the same torment upon you. We are ready. Some of us will remember, and we shall carry this moment from one birth to the next, until we have fractured you beyond repair. The memory of our pain will be written in your essence. The Eyeless disappeared beneath the lake, their bond to Andra finally severed. With this threat ended, hope returned to the White March. Hunters returned to the wildernesses, and travelers to the roads.
Tales of the Watcher's bravery replaced stories of monsters in the woods. The villagers of Stalwart busied their hands with work and their tongues with song, eager to seize on the promise of peace. Na. Akkor meg is csináltunk mindent? Akkor ez volt a lecka kiegzége. És nem tudom, akkor ez az új terület az hol, hova lett. Tehát ezt nem igazán vágom. Nem volt könnyű. Megoldottuk. Egyáltalán nem volt könnyű. Yes? A kérdés, hogy hol van az az új terület, amiről annó olvastam a neten. Elvileg Rötvadonban van, de hol? Andaró. Hát én nem látom sehol. Ilyen hülye neve van egyébként. Na mindegy, visszamegyünk még egy pillanatra a Stalwart falvába. Aztán mit mondanak a többiek győzelmünkre. Fáradtak is. Nem csoda, plusz hát kell vennem ilyen távol tűzmű a francot is. Már örültök? Nem örültök, hogy megmentettünk titeket, basszus. Érdekes. A szemnélküliek eléggé filozófikusak voltak, eléggé érdekes. Nem csak zúzó fegyver, eléggé érdekes városítás ilyen szempontból. Hey. Back to warm your hand, Jay. Nothing like a... Eladunk megint mindenfélét. Csak hogy érjük el a 500 000 is körülbelül. Nem tudom, hogy meg lesz-e. Jó kérdés. Aki tudja. A játék valószínűleg meg lesz. Csak azonban, hogy semmi érdemlegeset nem tudok venni. Hopp, ezt... Hagyjuk, mert ez jó volt. Ezt is. Oké, többit ezt még visszarakjuk. Nem tudom, miért akartam ezeket kidobni, vagy velem fértek be, az is lehet. Ki tudja. Na. Akkor... Még veszünk valamit. Azt... Mit nyomtam? Ezt... Oké, tovább kucsba el vagyunk látva, és alszunk a legdrágább helyen. Így. Ah, és mindenki volt egy szintet, úgyhogy most már teljesek vagyunk. Meg teljesek. Valamik a 14-esen. Na, ez most tényleg ki kell találni, hogy melyiket toljam be utolsóna. Ez mindig nem rossz. Terekhővédjei. Van egy ifjú fókusza. Még az Endveri csanta ez nem biztos, hogy rossz lenne. Egyébként mesterlövész? Hát jó lesz ez. Hát sajnálatosan ezt kell utolsónak beraknom neki. Hát nem mást is, de nem volt jobb. Ó, oh, de jó. Akkor a túlélésre nyomunk, ha másra nem tudok. Akkor tekintő védő. Tanítványa gyugása. Kolondor. Tér.
Most nem emlékszem, hogy ez mi az, ami a kezébe van, basszus. Jó lesz ez. Megszakítás, az nem rossz. Főleg varázslók ellen. Atlétika. Erősebb kézráté. Kritikus fókusz. Na, hogyha két kezest kéne neki, ha van ilyen általános. Nincs ilyen fegyverhordozó. Védekező. Ha. Két fegyveres stílus. Két keves rajtam. Azt rakjuk is be. Elvileg nem is tudnak fejlődni, ugye? Ott van Max. No. Gyors és biztos. Ezt szerintem bejön. Ja, de mondjuk ez... Nem maga nekem van, hanem a társamnak. Mert inkább a támadót kéne. Mester lövész, te is megkapod ezt. Amúgy is íjász vagy. Ó, de jó. Akkor nem tudom, melyik legyen túlél, és átragunk erre is, arra is, arra is. Na, mi ez? Fekete íja. Kalakot dermesztő pástázása. Ezt lehet, hogy be is rakjunk. Ez sem rossz, de maradok ennél szerintem. Na tehát ez. Oké. Mi ez? Adottságok. Gondolkozám. Edzett fátyol. Azt ötöm, kitérés. Nem mondjuk nem rossz. Majd csak 15 másodperc, az oly kevés, mint a franc. Az a gond. Még ez sem rossz, de... Igaz, szívem... Edés futás közben mély sebe. Lehet, hogy ez a gyors váltás. És az igék között váltok. Nem tudom, meglátjuk, hogy jó lesz-e. Erős tett tiralom. Nem tudom. Nem rossz. Nem rossz ez. Itt van. Oké, szuperek vagyunk. Teljesen föl vagyunk töltődve. Szintekkel. Térni. Kiegészítő után az alap. Készítettek minket. A kiegészítő során ez volt tehát a végigjátszása. A White One Part 2, mind a kettőt kivittük. És most vissza fogunk térni. Hamarosan. Nem tudok valami arrébb menni, de hamarosan visszatérünk. A rőtvadoni helyszínekre. Most akkor az alapjátékot is befejezzük. Csak azt nem tudom, miért nem végre.
Én nem akar ez menni. És azt nem tudom, hogy hol van az a helyszín, amit még így plusznak jeleztek, hogy itt kint megjelenik. Ilyen nagyon hülye neve van egyébként, és állítólag a három legerősebb ellenfél is ott található. De ide térünk vissza, mert itt volt meg egy küldetés. És a kiegészítőhöz tartozik szintben, mégis utólag rakták be. Küldetileg különítettem el a kiegészítőt igazán, meg hát a fő sztori van. Úgy végül is. Sziasztok!